Sziasztok! A mai Együtt Otthonról videónkban a pozitív vendégélményről, vendéglátóhelyekről és szálláshelyek helyzetéről fogunk beszélgetni Duhai Mártival. Tartsatok velünk! Szervusztok, Duhai Márti vagyok, én az Értékelés Tudink saját vállalkozásomnak az alapítója vagyok, és ezen belül is TripAdvisor-ral és a pozitív vendégélménnyel foglalkozom, és ezzel kapcsolatban adok tanácsot vendéglátóhelyeknek, szálláshelyeknek és programhelyszíneknek, illetve túravezetőknek, túraszervezőknek. Azt tudjuk, hogy ugye elég sok szálláshely és vendéglátó egységekkel állsz kapcsolatban, hogy mi az, amit hallottál, milyen helyzetben vannak, hogyan próbálnak túlélni, és hogy hogyan tudtál nekik esetlegesen segíteni. Hát ugye sajnos eléggé megtizedelte, főleg a vendéglátóhelyeket ez a helyzet. Nagyon sokan voltak, akik be is zártak. Ki tudja, hogy meddig, hogy egyáltalán újra tudnak-e nyitni. Nagyon sok eladó táblát lehet látni most a budapesti utcákon. Ugye inkább Budapesten vendéglátóhelyek és vidéken kisebb, közepes szálláshelyek tekintetében vagyok meg inkább otthon. Úgyhogy ezt tudom mondani. Úgyhogy sajnos nem volt annyira jó, sőt, egyáltalán nem volt jó ez az időszak. Arra viszont én azt látom, hogy nagyon, nagyon jó volt, hogy nagyon sokan belekezdtek olyan tevékenységekbe, amelyeket eddig vagy halogattak, vagy pedig már előkészítési fázisban volt, és ez volt az utolsó kvázi rúgás, vagy utolsó löket, hogy ténylegesen belefogjanak ezekbe a tevékenységekbe, legyen akár ez kommunikáció területén, vagy üzemeltetés területén. Tehát én nagyon sok olyan jó példát látok, ami látom, hogy mi volt előtte, és mi lesz belőle ilyen átalakulásokat, de tény is való, hogy gazdaságilag mindenkit nagyon-nagyon-nagyon megvisel ez a helyzet, még most is, és sajnos nincsen még vége. Tehát azok, akik most az elmúlt 2,5-3 hónapban de lekasan kiálltak, és védték az üzletüket, és nyugva tartottak, és próbáltak a veszteségeket csökkenteni, ők gyakorlatilag most egy újabb kihívás elé néznek, ugyanis hiába nyithattak ki, ugye nagyon sokaknak mondjuk nincsen elég hely ahhoz, hogy nagy tömegeket tudjanak fogadni akár az utcai településeknél, nagyon sokaknál akár elfogyhattak a tartalékok, tehát nagyon-nagyon kihívásos ez az időszak, és ez hosszú távon, tehát legalább egy évig még így marad. Én ezt látom, tehát mindig újabb és újabb és újabb kihívásokkal kell majd és nehezített pályával szembenézniük a most üzemelő vendéglátósoknak, illetve a szálláshelyeknek is. Uh-huh. Milyen előnyei vagy esetleg hátrányai lehetnek a szálláshelyek ebből a helyzetből, vagy hallottál esetleg valamilyen pozitív példát külföldről, amiket mondjuk itthon át lehetne venni? Uh-huh. Igaziból a pozitív példák már itthon is vannak, itthon is léteznek, és tényleg itt a túlélési ösztön nagyon-nagyon erősen bekapcsolt a vállalkozóknál, azoknál, akik úgy gondolták, hogy nem adják fel, és volt lehetőségük arra, hogy ne adják fel, és nyitva tudjanak tartani. Úgyhogy ugyanakkor én azt látom, hogy értsétek jól, de nincs új a nap alatt. Tehát, ahogy az előbb is említettem, nagyon sokan halogattak dolgokat, amiket most bevezettek a saját üzletmenetükbe, és ebből nagyon-nagyon jó eredmények születtek, mind elérésben, mind bevételben, mind a fennmaradás iránti dolgokban, és pozitív kilátásokban, úgyhogy a pozitív példák itt élnek közöttünk, és tényleg azok, akik most nyitva vannak, nagyon-nagyon jól teljesítenek. Tehát ténylegesen mondjuk olyasmire kell gondolni, hogy elkezdtek egy Facebook zárcsoportot építeni, kifejezetten mondjuk arra a saját célközönségük igényére kihegyezve. Nyilván a saját üzletükkel valamilyen szinten kapcsolódva. Elkezdtek élőzni, elkezdtek interjúzni, elkezdtek élőben bejelentkezni, vagy megmutatták saját magukat, a saját hobbiukat, stb. Tehát, hogy olyan dolgok, amiket ugye mindig lehet hallani marketing szempontból, de most ténylegesen meg is valósultak, és be is vetették ezeket. Uh-huh.
Miben változhat szerinted a szállásodás, illetve a vendéglátás a jövőben? Tehát, hogy mik voltak eddig az elsődleges szempontok, és mik lehetnek majd ezután az elsődleges szempontok? Hát ez nagyon jó kérdés, és igaziból nem kifarolni akarok belőle, de nem látunk még elég példát arra, hogy hogyan reagál a közönség arra, hogy hogyan lesz továbbiakban. Nagyon sok felmérés van, nagyon sok kérdőívet lehet találni, így a Facebookon is, és össze-vissza az interneten. Nagyon sokan kérdezik ugyanezt. Ugyanakkor nyilván nem mindegy, hogy milyen közösségből kerülnek ki, vagy inkább Magyarországot támogató közösségből, vagy inkább azokból, akik már nagyon szeretnének külföldre utazni. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen még konzisztens vélemény arra vonatkozóan, hogy ténylegesen hogyan fog átalakulni a piac, és én ebben, tehát ez szerintem még mindig csak jóslat, és utólag fogunk majd tudni következtetéseket levonni. Most én azt gondolom, hogy az az elsődleges feladat, és az az elsődleges figyelembe vendő tény, hogy muszáj, hogy tudjuk, hogy a célközönségünknek mi az igénye, mennyire fél, mi hogyan áll hozzá most az utazáshoz. És őket megszólítva tudni fogjuk azt, hogy milyen intézkedéseket kötelező bevezetni. Tehát most a törzsközönség, a célközönség az, aki meg tudja mondani nekünk, hogy hogyan fogjuk túlélni ezt az egészet. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Mártival, szóval figyeljétek honlapunkat, Facebook, Instagram és persze a TikTok oldalunkat is. Sziasztok!